Norbi, nemrég érkeztél pár hónapja Balatonszászóra. Mi a feladatod itt a településen? Az én feladatom itt a településen, Szászló településén a komposztáló telephelyet kellett létrehoznom Dorogi Sándor polgármester úr jóvoltából és engedélyével. Itt a zöld hulladéknak a felhasználásával foglalkozom én ezen a telephelyen. Itt mögöttünk látható, ahogy a kedves tévénézők is láthatják, nagy földhalmok állnak. Mik is ezek pontosan? Ezek a földhalmok komposztáló prizmáknak hívjuk őket szaknyelven. Ezek a prizmák tartalmazzák azokat a zöld hulladékokat, amiket a településen begyűjtöttünk. Ezek a zöld hulladékok szervezetként, külön szervezetként vannak válogatva, szerves trágyának lesz felhasználva, és ez fog beépülni ebbe a föld mennyiségbe, ami már ezt a földet, ez a föld mennyiség be is takarja. És így fog a forgatással összevegyülni és beépülni egy 4 hónapos időszak alatt. Hogy kerül ide a úgynevezett komposzt vagy szerves trágya alapanyaga? Itt helyen van a településünkön, én ugye területfelmérést kezdtem, ugye maga a telephelynek a felmérése először is, ugye mert kell ehhez egy olyan telephely, ahol gépek mozoghatnak, és a Gyulai Pál utcai telephelyet jelöltem ki ennek. Alacsony költségvetésű területrendezést kezdeményeztem, és a helyben a zöld terület felméréssel kezdtem. Egész pontosan a település olyan adottságokkal rendelkezik, ugye rengeteg zöld területe van, és ezeknek a szerves anyag összeválogatását terveztem el magamnak, és írtam, és jegyzeteltem fel. Na most ezeket különbontottam, és ahogy a diófa és tűlevelesek, növényzettel ellátott területeket bontottam széjjel, mert hogy ugye az egy savasságot okoz a talajban, és így talajromlást idéz elő, de javarészt ugye magán tulajdonosoktól és maga a közterületeken lévő növényzet társulásoknak a lombjait, illetve fűnyesedékeknek a begyűjtését terveztem meg ide. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy honnan kerülnek ide az alapanyagok, tehát akkor nem csak a település közterületeiről, hanem magánszemélyek is hozhatnak. Hogyan és mikor? Most jelenleg a Nonprofit Kft-nek a nyitvatartása szerint vagyunk nyitva itt a Gyulai Pál utcában. Hétköznap délelőtt 7 órától délután 3 óráig, hétvégén pedig velem egyeztetéssel telefonszámomat meghirdették és megadtam, így velem konzultálva hétvégén én bárkinek a szíves rendelkezésére állok. Tehát ingyen lehet ide szállítani, és milyen jellegűek ezek a szerves trágya alapanyagok, nyesedékek, hulladékok, milyeneket lehet idehozni? Itt a leggyakoribb, ugye a településünkön, ugye a falomb és fa hulladékok. Itt a telephelyen látjuk azt, hogy külön van válogatva, mert én szelektáltatom ezt a zöld hulladékot is, nem csak a kommunális és háztartási hulladékot, hanem a zöld hulladékot is ugyanúgy szelektálni kell. Na már most itt a telephelyen külön van szelektálva a diófa és tűlevelesek, úszadékok, ugye a vízből kinyert nád hulladékra gondolok itt, tujalomb, fűnyesedék, illetve külön a fa hulladék, ami darálásra kerülve érkezik ide be annak céljából, és az lesz egy alapanyaga és egy ágya ennek a komposztáló földnek. Ezek kerülnek a úgynevezett prizmákba. Így van, így van. Hova fogják majd felhasználni az így keletkezett szerves trágyát vagy komposztanyagot? Ezzel a javaslattal álltam elő, hogy amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy a településünkön levő közterületek, közparkok szebbététele, esztétikusabbá tételére, a virágoknak a megerősítésére, fák, növénytársulások megerősítésére használnám fel ezt a földmennyiséget, komposztföldmennyiséget. Tehát a közterületekre, és esetleg, ha magánszemélyek igényelnek? Az is megoldható személyes konzultáció után. Megoldható. Mikor lehet először ezt a komposztot felhasználni? Hogy tervezed? Ez a komposztot körülbelül október közepére lesz készen, amikor már az egy bevizsgálás, laboratóriumos bevizsgálás után, amit már jó magam megcsinálok, ezt, és úgy gondolom, hogy megért arra, akkor október közepétől úgy számolom, hogy ez már kész komposztföldünk lesz. Itt nagyon komoly szakmai tervezőmunka, látjuk, hogy nagyon komoly szakmai tervezőmunka, szakmai háttér van az itt lévő területen.
Milyen iskolai végzettség szükséges ehhez, és milyen iskolai háttérrel rendelkezel? Én település környezetvédelmi technikumot végeztem, ez mellett ugye ez magába foglalja a laboratóriumi vizsgálatokat, környezetvédelmi méréseket tudok megcsinálni, és hát végül is egy település rendezési és szociális feladatokat ellátó személy lennék én. Ami ugye a környezetvédelmi és természetvédelmi jogi szempontból és ennek megvédése, eszközölése és mindenképpen a fejlesztése volna az én feladatköröm. Ez most egy nagyon aktuális feladatkör, hiszen a környezetünket meg kell védeni a rengeteg a fogyasztói társadalom által okozott szeméthegyektől is. Ehhez kívánunk neked sok erőt, egészséget, és reméljük, hogy még sokszor találkozunk veled. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és mindenkit arra ösztönöznék, hogy a gazdaszemléletet kövesse, hogy a saját környezetében levő tájat, környezetet ápolja, és szívén viselje mindenki. Köszönöm szépen!